Sziasztok! Itt vagyunk Bencével és Gergővel, és a mai adásban pedig a karácsony és a karácsony okozta stresszről fogunk beszélni. Sziasztok! Sziasztok! Szerintem kezdjük azzal, hogy ti hogy ünneplitek a karácsonyt? Hát igazából nálunk mindig úgy van, hogy szentestét azt otthon töltjük, így szűk családi körben, aztán pedig 25-26-án mindig megyünk a nagyszülőkhöz, és akkor általában ott szoktuk a karácsonynak a maradék két napját ünnepelni. Nálunk is ugyanez a hasonló háromnapos felállás van, azt kell, hogy mondjam. Nálunk egy kicsit különlegesebb, mert nálunk a család nagyon szét van szóródva, tehát ország egyik vége és ország másik vége, úgyhogy ez nálunk úgy van, hogy 24-én egyik nagyszülőkhöz és az ott lévő családhoz megyünk, majd 25-e az általában utazás, és akkor megyünk le a másik nagyszülőkhöz és a család másik részéhez, és a 26-át meg még egy pár napot ott ültünk, úgyhogy nálunk egy kicsit a karácsony az így részben az utazás, és ilyenekről szól, úgyhogy ja. És hát ez ugye stresszes is lehet, gondolom. Igen, ez az egy plusz faktor akkor ezek szerint. Igen. Plusz itt még hozzátenném azt is, hogy nagyon nagy a család, és minél nagyobb a család, annál stresszesebb. És nálunk tipikusan ez az olaszos család, hogy aki a leghangosabb, az érvényesül. Úgyhogy nálunk ez egy ilyen dupla stresszfaktor. De szerintem kezdjük így a legelején, hogy ti a karácsonyra hogy készültök, hogy ez mennyire okoz nektek stresszt, így ajándékok terén, legyen ez takarítás, minden. Hát ajándékok terén szerintem megoldható könnyebben is, hogyha hamar elkezd készülni az ember még az ünnepi pláza megrohamozások előtt, de nyilván, hogyha már az utolsó 2-3 hétben kell még valamit venni, az borzasztóan frusztráló szerintem mindenkinek. Takarítást illetően pedig hát nem tudom, hogy ti otthon laktok-e még a szüleitekkel, de, nem. De így hazamenni, hogy egyetemről vidékre, vagy családi házba, ez már eleve egy olyan kérdés, hogy így baromi nehéz lehet összeegyeztetni azt is, hogy hogyan ér haza, úgyhogy még tudj otthon segíteni az előkészületekben. Hát igen, szerintem ez azzal most nagyon sokan így vannak, mert így most az egyetemistákra gondolok. De viszont visszatérve az, hogy mikor van az az időszak, amikor legjobban megéri mondjuk elmenni ajándékokat venni ahhoz, hogy ne legyen stresszes az ez egész időszak. Mert nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy szeretem ezt letudni még december elején. Igen. Csak az a baj, hogy már akkor is iszonyat nagy tömeg van a plázákban, vagy a karácsonyi vásárokon, és egyszerűen nem tudom, számomra ez a sok ember frusztrál. És nem tudom kikapcsolni az agyamat, és nem tudom jól érezni magamat közben, tehát ez mindig olyan, hogy tényleg nagyon stresszes leszek tőle. Igen, én azért próbálok így mindent megrendelni, amit lehet, és akkor otthon kényelmesen, aztán szépen azt nekem kihozzák, mert nem tudom, tehát nekem az, amikor a plázákba tele van emberrel, és figyeljek arra, hogy most kit lökök meg a táskámmal, mit verek le. Nem tudom, nekem ez annyira stresszes, és annyira túl sok befektetett energia, hogy én otthon szépen így mindent megrendelek, és nekem amúgy ez az ajándékozás, ez valamiért amúgy nem okoz stresszt, mert így hát szeretek rendelni, nyilván mindig magamnak is találok valamit, és akkor tök jó kifogás, meg nem tudom, tehát így próbálom felosztani, hogy csak így nézelődök, és akkor ha valakinek éppen nem tudom, december legelején találok valamit, akkor megrendelem. Akkor aztán utána így egy hét múlva megint tartok egy ilyen kis online vásárlós estet, és akkor megint rendelek egy adagot, és akkor így szépen így decemberre, vagy december 24-ére mindenkinek szépen így meg lesz. Úgyhogy ez nekem úgy speciál annyira nem okoz stresszt, de teljesen megértem, hogy amúgy ez is teljesen stresszes tud lenni. Talán ami így vásárláshoz köthető, az az ilyen, hát ez most már, hogy egyedül lakok, és most már anya intézi egyedül, ez így, Nem probléma, de korábban, amíg a szüleimmel laktam, akkor, tehát ugye karácsonyi kajákat kellett csinálni, akkor arra bevásárolni, de azt meg ugye nem tudod megoldani jóval előrébb, mert december 1-én nem veszed meg még a húst 24-ére, és viszont a karácsony előtti napokban meg annyira őrültek háza, és fú, az nagyon ki tudott takasztani mindig. Tehát, hogy már beparkolni nem tudsz, odaérni egy 10 perces utat a dugó miatt fél óra alatt teszel meg,
majd fél órát állsz a sorba, hogy tudjál fizetni, tehát igen. az nonsense. Amikor kiderül, hogy nincs is készletlen az, amit keresel. Igen, és akkor ezért így mentél, meg ja, az embereket kerülgetted, igen, úgyhogy az nem. És van-e valami olyan történet, ami így karácsonyhoz köthető is, egy nagyon stresszes és mondjuk régi, de így megmaradt bennetek? Hát nem azt mondanám, hogy stresszes, de hát picit kellemetlen. Igazából ez múlt hét hétvégén történt, hogy éppen öcsémnek akartam olyan ajándékot venni, és megkérdeztem az eladót, hogy van az a termék, amit én szeretnék megvásárolni, és hát mondta, hogy sajnálatos módon kifogytak belőle, úgyhogy rendeljen meg online. És pedig én direkt azért mentem be személyesen, mert hogy tudtam, hogy valószínűleg lesz ott az a dolog, amit én szeretnék venni, de végül nem volt. Meg hát ugye szerettem volna elkerülni azt, hogy online kelljen valamit megrendelnem, mert nem voltam benne biztos, hogy ki fogják tudni szállítani addig, ameddig én szeretném. Úgyhogy nem stresszes volt, inkább csak egy ilyen kis kellemetlenség. Nekem egy egész karácsony jutott eszembe a stresszes. Tehát egy karácsony volt az életemben, ami hihetetlenül kaotikus volt, 2007. És ez így megmarad. Akkor még, jó, ez a tipikus, tehát ez videókban látod, nem hiszed el, hogy megtörténik, de tényleg megtörténik. Akkor még volt macskánk. És bent volt a macska, és tényleg felborította a karácsonyfát, tehát ez tényleg megtörtént. És pont valahogy úgy borult fel, hogy a szekrény, ilyen üvegszekrény van, az betört, az üvegszekrény, az összes dísz eltört. Nálunk anyáról azt kell tudni, hogy ő nagyon nyugodt, nagyon cuki, de ha kiakad, akkor így nagyon kiakad. És akkor utána, tehát anya akkor így 3 napra behisztizett, akkor senki nem szólt senkihez, akkor úgy mentünk le ugye 25-én másik nagyszülőkhöz, hogy így a kocsiba senki nem szól senkihez, ott nem tudom, ott a másik családnál meg éppen ketten váltak, tehát eleve ilyen stresszes, meg ilyen fokozott, feszült volt a hangulat, úgyhogy ott is, tehát így ültünk, mindenki volt, úgyhogy ez nekem így megmaradt. Tehát, hogyha stresszes, akkor ez. És utána a macska még megmaradt? A macska megmaradt, igen. Neki nem esett baja. Neki nem. A macska, ez akkor átrepült, de ez semmi. Csóri, tehát úgy megijedtem, hogy mondom, szegény macska, és így hozzávágódott a szekrényhez, a macskának semmi baja nem volt. Úgyhogy ja. Hát én attól félek, hogy ez most idén nálunk fog bekövetkezni, mert nyáron lett új kis macskánk, és eléggé szeleburdi. Nálunk is meg most. Meg virgonc. Nekünk azóta nincs macska. Úgyhogy sanszos, hogy nem tudom, meg fogja környékezni a karácsonyfát, de hát majd kiderül. Elvileg azt olvastam, hogy ha nem akasztotok lentre díszeket, és akkor nem látják, hogy így lóg valami, akkor elvileg békén hagyják. Úgyhogy nem tudom, hogy ez működik, de hát szerintem az is elég nekik, hogyha nem tudom, így az alsó ágakat így tudom, meglátják, hogy egy picit megmozdult, és már vérszemet kapnak, szerintem. Igen. Nekünk a pesti lakásunkon van egy macska, ami nem is kell neki karácsonyfa, de a növényeket is lerágja önmagától, szóval. Igen. És mi az, amit így próbáltok tenni stressz ellen? Nem csak karácsonykor, úgy egész évben, de főleg karácsonyra fókuszálva. Hát most az aktualitást tekintve kerülni a plázákat, ebben talán egyetértünk. Tényleg ez a rendelés, meg az, hogy kisebb helyekről összeszedni ajándékokat, szerintem egy tökre működő metódusa annak, hogy lehessen kreatívkodni egy ajándékozásban. Hát illetve, hogy konkrétan stresszellen mit teszek, hát nem tudom, ünnepi hangolódásban inkább megpróbálni arra fókuszálni, hogy miről szól a karácsony valójában. Tehát nem az ilyen materiális javakról, vagy hogy mondjam, hanem inkább arra, hogy megbecsülni az együtt töltött időt, amit otthon lehet a családra szánni, meg ilyenek. Mentzen állatok? Próbálok hasonlóan megoldani, mint Gergő, viszont olyan szempontból, hogy a plázákat azt mostanában nem nagyon kerültem, mert egyszerűen kénytelen voltam meglátogatni őket. Igazából így a stressz ellen úgy ámblokk, zenehallgatás, vagy nem tudom, én például nagyon jól ki tudom magamat kapcsolni videójátékokkal, vagy nem tudom, sorozatokkal. Meg mostanában nem tudom így, hogy hangolódni az ünnepekre, akár munkában, vagy csak tényleg, amikor zenehallgatáshoz van kedvem, akkor ilyen karácsonyi stílusú zenéket próbálok hallgatni. Nekem meg ez a nagyon basic válasz lesz, de én a sportot ilyenkor próbálom előtérbe helyezni, mert amúgy nagyon el tudom hanyagolni, főleg így
most ugye vizsgaidőszak is minden, de most próbálok tudatosan erre kicsit odafigyelni, hogy ha nincs kedvem, ha van kedvem, de akkor is, és ez engem például tökre kikapcsol, meg így megnyugtat, meg így jó hatással van, úgyhogy ja, meg amiket ti is mondtatok, én is próbálok így sorozatozni, pihenni, karácsonyra készülődni. Mondjuk ez most így vizsgaidőszakban kicsit nehezen megoldható, szóval dupla stressz. Hát igen. De, igen, igen. De próbálkozunk. És ti amúgy szerintem két típusú ember van karácsonykor. Az egyik, aki már november 30-án karácsonyi zenéket hallgat, és minden fel van díszítve. A másik meg, aki így nem tudom, még december 23-án is semmi karácsonyi hangulat, és teljesen megveti ezeket az embereket, akik meg már november végén karácsonyi mindenben vannak. Én azt hiszem, hogy van ebben egy arany középút, tehát én mondjuk egyáltalán nem hallgatom ezeket a karácsonyi zenéket, amik most is a Spotify top listákon ott vannak legelő, de mondjuk feldíszíteni a fát pár nappal előtte már nálunk ez is egy ilyen tök nagy hagyomány a családban, hogy a fát bácsikámtól hozzuk, aki karácsonyfákat termeszt, vagy termel, és akkor ezt ott kivágjuk, az a 23-a is már emiatt egy kicsit ilyen ünnepnapszerű, hogy már akkor is együtt van a család, csak még más viszonylatban segítkezünk egymásnak, de már megvan az a készülődés, meg az a hangulatteremtés, amire szükség van, és nem ez az egyik pillanatról a másikba, csak oké, essünk túl rajta. Mindsettel visszük végig. De azért ez is, hogy már november 30-án elkezdik az emberek, nyilván, hogyha valaki ennyire szereti a karácsonyt, akkor szerintem ez nem baj. Aha. Meg a plázát, meg ezt a hangulatot, ami így, nem tudom, városokban így mindenhol felbukkan, amint elkezdődik december. De nem tudom, azért egy kicsit sok egy hónapot erre szánni, azt hiszem. Én szerintem hozom ezt a, hát, sztereotipikusan női vonalat, vagy nem tudom, nem akarok semmelyik oldalra húzni, tehát talán nőknél ez kicsit gyakoribb, hogy már november végén minden karácsonyban. Hát én nekem már december eleje óta van fa otthon. De mentségemre, hogy én ugye harmadikon lakok, akkor ott műfenyő, csak előveszem a műfenyőt, ja, nem kell így annyira megszervezni, hogy elmegyek fát venni, stb. Stb. Úgyhogy az van. Fel is van díszítve minden, és nem tudom, nálam ez olyan, hogy így ezáltal próbálom így romantizálni a karácsony, de amúgy meg nincs karácsonyi hangulatom, csak próbálkozok, és szerintem ugyanez így Spotify-on, és mindig december elején hozzáadom vagy csinálok ilyen kis karácsonyi zenelistát, meg mindenhogy én azokat majd hallgatni fogom, azóta hozzá se nyúltam, tehát meg se nyitottam, úgyhogy van, meg szeretem a karácsonyt, De nem tudom, tehát próbálkozok, de még sincs ez a karácsonyi feelingem. Uh-huh. Hát igazából dettó. Mármint így fönt Pesten az albérletünkben konkrétan így semmilyen karácsonyi tíz nincsen, tudom, pár fényfüzéren kívül. Otthon viszont már más tészta ott azért kívülről, valamennyire föl van díszítve a ház, meg azért belülről is már ki vannak rakva a karácsonyi dekorációk. Viszont a fát azt mi csak 24-én szoktuk földíszíteni. Nem tudom, ugye Viki mondta, hogy már december elején fönt van. De nálunk ez amúgy otthon is, tehát nekem apa mindig azt mondta, hogy ha már megvesszük a fát, mert ugye otthon nyilván élőfenyő van, akkor azt mondta, hogy akkor már ha megvesszük, akkor ne két hétre díszítsük fel, hanem akkor legyen ez a karácsonyi feeling egész hónapban. Hát viszont nálunk nem tudom, volt olyan egyszer, és hát nem nálunk volt, ez mamáméknál volt, hogy egyszer ott talán március elejéig fönn maradt a karácsonyfa. Nálunk a kint a karácsonyi díszek szoktak, hogy ezt valahogy le se vesszük. Nyilván nem kapcsoljuk már fel, de hogy ott kihagyjuk, ezt már jól lesz. Jó lesz az jövőre. Igen. Is. Igen, igen. És akkor nem kell megint mászni. Ja. Viszont nem tudom, hogy vagytok vele, de valamiért idén, vagy csak lehet, hogy nekem tűnt föl, de a város úgy nincsen földíszítve. Igen, igen, valóban. Most gondolom ez, hogy itt a megszorítások miatt, hogy azért legyünk energiatakarékosak, meg hasonlók, csak valahogy még ez is úgy visszavesz. Elveszi a kedvet, igen. Igen, igen. Igen, meg hát szerintem az is, hogy nekem így a karácsonyban mindig az volt, hogy kimegyünk karácsonyi vásározni, meg minden,
most idén eddig kétszer voltam, de annyira minden, annyira drága, hogy így el is ment a kedvem, tehát inkább nem is megyek, és ez még inkább elvesz így a karácsonyi hangulatból. Hát igen, meg főleg az, hogy mennyire tömve vannak ezek a vásárok. Igen, és az is amúgy külföldiekből. Igen, tehát hogy ezek már, már külföldiekre vannak pozícionálva, tehát hogy így azért magyar pénztárcának azért. Igen, igen. Meg így, így néztem, hogy már sok minden euróba van alapból kiírva, tehát ott sincs forintba, vagy, vagy maximum ugye nagyon apró betűs részben ott van, hogy amúgy forintba mennyi, de ja, tehát nagyon külföldiekre mennek rá, és múltkor is ugye, amikor voltunk kint, akkor kb. Nem is hallottam magyart. Meg már amikor vettünk forralt bort, akkor alapból angolul köszöntek nekünk, mert nem is gondolták, hogy még magyarként oda megyünk. És ez azért korábbi években nem így volt szerintem. Jó, nyilván az ilyen nagyobb eseményekkor rámennek a turistákra, de hogy ezért nem az volt, hogy már alapból angolul köszönnek rád, mert hogy nem gondolnak arra, hogy még magyar is megy a karácsonyi vásárba Magyarországon. Hát igen, legalábbis itt Pesten, mert mondjuk a kisvárosokban mondjuk Persze, az más, más a helyzet. Igen. De mondjuk ettől függően ott is nagyon sokan vannak, mert például két hete voltam Egerbe a barátnőmnél, és ott kimentünk a karácsonyi vására. Igaz, hogy ott is sokan voltak, de például nem volt ez a tömegnyomor, mint mondjuk, mint mondjuk itt Pesten. Hanem ez az élvezhető kategória. Igen, meg azért nyilván az árkülönbség is meglátszik, hogy azért ott jobban megfizethető bárak vannak. De szerintem igazából ez tényleg Pesten kívül így változó, hogy... Még az ilyen karácsonyi hangulatfokozásról jutott eszembe, hogy amiben a főváros így próbálkozott előre lendíteni ezt az ilyen népi együttléti karácsonyozós feelinget, az megint csak a jégkorcsolya jut eszembe, ami miatt így, nem is tudom, talán az a, még mindig a magyar ilyen kispolgári szórakozás is, ami a karácsonyba belefoglalható, hogyha már a vásározás nem. Igen. Hát csak mondjuk én hallottam azt is, hogy mondjuk már a Városligeti műjégpályára is kimenni azért nem kis összeg. Ja, hát igen. Tehát mire ott ugye megveszed alapból a jegyet, korcsolyát, bérálsz, meg hasonlók, akkor gondolom, hogy nem tudom, nyilván megiszol egy forralt bort. Ja. Meg igen, ez is a stresszhez hozzátesz, hogy minden drágult. Tehát az ajándékokat is olyan szinten drágábban tudod beszerezni. Meg kaja minden tényleg, és ez is igenis stresszt okoz. Tehát hiába mondjuk az ember úgymond nem érzi, vagy már így hozzászoktunk, hogy minden drágul, de ilyenkor karácsonykor szerintem duplán szembesülünk vele. Hát igen. Nem tudom, legalábbis én úgy szoktam csinálni, hogy ilyenkor mindig elkerítek egy külön kis budgetot, hogy mi az, amit igen csak ajándékokra szánok még az alapvető kiadásaim mellett, és akkor így valamilyen szinten ezzel így kontrollban tudom tartani saját magamat is, illetve így az egészségügyi állapotomat is, hogy úristen, ne az legyen, hogy most nem tudom, túlköltek ezek, és akkor nem maradt pénzem a hónap végére, vagy bármi ilyesmi, hanem próbálok magamnak megszabni kisebb apró határokat, és akkor ahhoz tartani magamat. És ezt tudod is tartani magad? Tehát nincs az, hogy így mindennél egy kicsit, jó, most itt túlcsúszok, ott is túlcsúszok, és akkor így... Igazából van, hogy túlcsúszok egyszer-kétszer, persze azért próbálom magamat hozzá tartani, de nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy ne csúsztam volna meg. De ez egy jó téma amúgy szerintem, meg egy jó felfogás ezzel kapcsolatban. Én nagyjából ugyanígy csinálom, és ez tényleg beválik. Most egyszer-kétszer nyilván nem bírod úgy kikalkulálni, hogy hogyan jöjjenek ki bizonyos ajándékok, de mondjuk 10-ből 2-nél, hogyha ez megtörténik, az meg kivitelezhető. Igen. Szóval... Hát ez még elég jó arány. Ja. Én ilyen budgetot nem csinálok, viszont mi így a barátokkal, akivel ajándékozunk, mindig így előre megbeszéljük és lefixáljuk, hogy akkor ugyanolyan összegben vegyünk, és tehát, hogy nincs megszabva, hogy mondjuk én összesen ajándékokra x ezer forintot fogok költeni, de hogy így mindenkivel megbeszéljük, hogy kb. Úgy egyenlő legyen. Nyilván szülőknél meg más, mert ott nyilván nem fogom számolgatni. Tehát persze, igen. Ott, amit éppen úgy gondolok, hogy jó nekik, azt megveszem. Hát akkor köszönjük kedves hallgatóinknak a figyelmet. Köszönjük szépen, köszönjük, és mindenkinek szépen. Előre kellemes ünnepeket, stresszmentes kellemes ünnepeket kívánunk. Sziasztok. Sziasztok.